sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, ladder ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rack. Got a bag from the way that I ride it. Queen looking Tyson, threw that ass a vibe, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, changed haters on a tirade. Talking to the grip in the face, be still like I hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel big from the bip. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I ready, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear. Damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. No brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curb them all. 12 missed calls and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear them talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past something when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Sziasztok, szép estét kívánunk mindenkinek, és hát kezdem azzal, hogy gratulálunk a magyar női kézilabda válogatottnak, és természetesen az egész szakmai stábnak, mert azt gondolom, hogy ez hatalmas győzelmet arattunk Svédország ellen végigvezetve. Azt kaptátok, amire vártatok, vagy azért titeket is meglepett, hogy a csapatnak van egy ilyen arca, mert ugye pont a Hornyák Ági mondta talán a szünetben, hogy egy nagyon jó arcát látjuk a válogatottnak, és az imént még mielőtt bejelentkeztünk volna, a Krisztián is arról beszélt nekünk itt, hogy ugye nyilván több arca van ennek a válogatottnak. Most a legszebb arcát mutatta, majdnem? Hát, ugye elhangzott a végén, nem tudom, mennyire volt költői a kérdés a közvetítésben, hogy mikor játszott így legutóbb a válogatott, és nem tudom, én nem tudom ezt megmondani. Tehát gondolkodtam rajta én is, annyira felkészült volt a szakmai stáb is, és annyira felkészültem, végrehajtották az elképzeléseket, vagy az kéréseket, utasításokat a játékosok a pályán. Tehát azért ha azt kérdezett, hogy ez az, amire számítottunk, hát ki az, aki arra számított, hogy egyszer sem vezet majd Svédország ellenünk. Tehát ez sokkal-sokkal több volt annál, és szerintem tényleg nagyon-nagyon régen láttunk ennyire jól játszani magyar női válogatottat. Nyilván az ellenfél tud ennél jobban kézilabdázni, de ehhez mi is kellettünk, hogy ezt ne valósítsa meg. Viktor, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ez volt talán az egyik kulcs, de még mi? Ez volt szerintem nagyon fontos. Tehát azért azt tapasztaljuk, hogyha az ellenfél kezd jól, az onnantól kezdve akár teher is lehet a rengeteg szurkolóval a csarnokban egy csapat számára, a hazai csapat számára, és itt ez most nem fordult elő. És hát ami még szerintem nagyon fontos volt, hogy nem is került olyan helyzetbe a magyar együttes, egyszer sem, amikor az ellenfél egyenlített, hogy utána hátrányból kelljen játszania. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert a
az önbizalomnak is jót tesz egyrészt, hogy na most megint elléptünk, másrészt a szurkolóknak is jót tesz, tehát azért, hogyha itt egy rossz kezdés után mondjuk ugyanígy az ellenfél vezet 5-1-re és csend van a csarnokban, az iszonyatosan nyomasztó lehetett volna a magyar csapat számára. Úgyhogy itt voltak olyan kulcsmomentumok az eleje, a 7-7-nél a döntetlen, 17-17-nél a döntetlen, ahonnan mindig mi tudtunk elmozdulni, és szerintem ez volt a kulcsa. Hát, hogyha már a szurkolók szóba jöttek, én nem véletlenül posztoltam úgy a Vaxra, hogy ők megtették magukét, jöhetnek a lányok, mert hát egészen elképesztő volt. Ugye Vova is szavakat nem talált szinte a interjúban, hogy micsoda fogadtatásban volt részük, voltak itt csikósok, zászlók, füstfelhő, fogadta gyakorlatilag a Főnix betartó buszunkat, úgyhogy nagyon jó helyszínválasztás ez a Debrecen, az látszott, hogyha már tegnap egy kicsit fanyalogtunk azon, hogy nyilván nem sokakat hozott lázba Nagy-Britannia elleni mérkőzésünk, nyilván ott az időpont is közrejátszhatott, de hát ma egészen elképesztő volt, és tényleg, ha egy kicsit még beszéltek a szurkolókról, mindig, ha volt ilyen hullámvölgye a csapatnak, akkor nagyon durván melléjük álltak, tehát én azt gondolom, hogy ez is hozzátett talán a magyar győzelemhez, úgyhogy gratulálunk a szurkolóknak is. De akkor kezdjük ott, hogy tegnap, amikor elköszöntünk ugye a Sipszó utánban, akkor utána lejátszották a Svédország-Japán találkozót, ugye ahol 35-28-ra gyakorlatilag lenyomták a svédek a japánokat simán, és hát ez mit jelent a számunkra, Krisztián? Hát számunkra egy nagyon jó pozíciót jelentett, mert ugye a svédek egy esetleges körbeverésből már egy mai 6 gólos vereséggel is tovább mentek volna. Hát számukra is egy nagyon-nagyon jó pozíciót jelentett nyilvánvalóan, hogy a végén 7 góllal tudtak nyerni. Voltak azért szorosabb időszakai annak a mérkőzésnek, volt olyan periódus, amikor Japán megnehezítette a svédek dolgát. Én azt szűrtem le másik abból, jól kezdték, igen. Igen, meg én azt szűrtem le abból, hogy ha eladunk labdákat bármelyik csapat ellen, akkor kegyetlen sors vár ránk, de nem nagyon adtunk el a mai mérkőzésen, meg a svédek nem tudtak úgy futni sem. Nyilván Bunsennek volt különösen egy periódus, amikor nagyon-nagyon jól védett Japán ellen. Japánnak nem volt kapus teljesítménye, semmi, azon az összecsapáson. Viszont bár szerintem én úgy láttam, hogyha itt kiírták egyszer, hogy hány védésnél járnak a kapusok, én onnantól elkezdtem strigulázni, és a végén nálam X jött ki, de mégis azt mondhatjuk szerintem a meccs összképét tekintve százalékosan biztosan, hogy Böde Bíró Blankával ezt a külön meccset Bunsennel szemben megnyertük. Ugye a számok konkrétan 12 védése volt Bunsennek, és 11 Ödebírónak, de a nálam miénk is. 11-11 jött ki így a stigulázással, de mindegy, az már. De ugye ők sokkal kevesebbet lőttek kapura. Igen, hát nem? nekik 34 lövésük találta el a kapufelületet, nekünk 39. Tehát százalékban egy picivel bíró jobban védett, de nem is ez a fontos szerintem a kapusoknál, hanem az, Amikor. hogy az ellenfélnek a bal szélét az teljesen lenullázta, és az, hogy Amely hát nem nagyon is... jól teljesített a japán elleni mérkőzésen. Tehát ott nem cseréltek talán, hanem végig Hanson volt, ha jól emlékszem, de hogy Igen, igen. azok kifejezetten erős posztjuk volt. Mindegy, ki igen, volt a bal szélen. Meg hát szerintem az volt a nagyon fontos, hogy Hagmannak is védte lövését. Nagyon kevés labda ment le a jobb szélre, de amikor emberelőnybe kerültek a végén, és még lett volna esélyük arra, hogy esetleg döntetlenre felhozzák, hogy megnyerjék a meccset, akkor az volt a nagyon érdekes, hogy nem is gondolkodott senki abban, hogy a szélre játssza le a labdát, mert annyira lenullázta a szélsőiket Böde Bíró. Tehát itt van a nagyon fontos különbség, hogy azért ilyet nem mondhattunk el a túloldalon Bunzerről, talán Vámos volt az, akit ki tudott venni a védéseivel, de hát a többi irányító lövőnket azt egyáltalán nem, a szélsőinket nem, beálló posztról is veszélyesek tudtunk lenni, úgyhogy ott nem volt olyan pozíció, amit feladhattak volna a védekezésben a svédek. Ez a két kapus közötti különbség. Ami pedig a tegnapi meccset illeti, tehát itt most egy nagyon érdekes, hogy ugye a magyar csapat volt, amelyik sokkal jobban örült a mérkőzés végén, és joggal, mert megverte a svédeket. Na de a svédek jutottak ki az olimpiára, már hogy persze akkor, hogyha feltételezzük, hogy a Nagy-Britanniát megverik. Amire azért van esély. Amire némi esély van, nem tudom, minek kéne történnie, hogy de az legyen azon a mérkőzésen. Képzeld el, vagy mindenki képzelje el, hogy most kaptam azt az információt, hogy az általad említett végrehajtó bizottsági svéd tag,
az a hölgy, a svéd szövetség elnökének a felesége. Tehát micsoda blama lenne, nyilván nem lesz ilyen, csak így mondom, hogyha rábök Nagy-Britanniára, és az utolsó meccsen nem vernék meg. Nem történik ilyen, soha nem történhet ilyen. Igen, de akkor még családilag is indokolt volt, hogy ne a románok jöjjenek ebbe a csoportba, nem Nagy-Britannia, ugye? Igen. Hát, hogy nem ki miért tudja, mi akart volna történt volna rosszabb. a családi vacsoránál. Hát, fú, nem is merek belegondolni. Úgyhogy jó, de most ezzel a 7 gólos svéd győzelemmel nekem rögtön az jutott eszembe, ugye ezt nektek is megírtam, meg twitteltem is róla, hogy azért, hogyha szoros a végjáték, vagy vezetünk egy picivel, akkor kíváncsi vagyok, hogy a svédek mi mellett döntenek, és szerintem láttuk is, hogy mi mellett döntöttek. Tehát nem mentek bele olyan rohanásba, amivel azt kockáztatták volna, hogy nagyobb vereségbe fussanak bele. És már ez eleve... Magyarul nagyon okosan játszottak azért. Hát mellettünk szólt ez, de hát akik okosan játszottak, meg jól, azok inkább mi voltunk, csak ők a végén taktikusan azt mondanám, a hogy taktikusan, taktikusan. igen, ez a jó szó. Na de beszéljünk a mieinkről, mert az a legfontosabb. Ugye mi volt a változás? Hát gyakorlatilag ugye Szemerei Zsófit Bödebíró Blanka váltotta, jó volt látni, hogy ő felépült, és ez be is bizonyította ezen a mérkőzésen, erről már beszéltetek, illetve hát nyilván a szélsők, főleg a bal szélsők életét megkeserítette. A mezőnyjátékosoknál ugye Pásztor Noémi helyére jött Albert, illetve Juhász Gréta maradt ki hasonlóan ugye a britekhez képest, és akkor itt a cseten írta nekünk Tamás, hogy szerintem a két legjobb dolog a védekezés volt, valamint az, hogy többször visszajöttek X-re, és vissza tudtuk venni a momentumot, és elléptünk. És valóban ez volt, nem? Hogyha volt egy minimális hullámvölgy is, amiről én is beszéltem, ahol a szurkolók is úgymond mögénk álltak, ott a csapat sem roppant össze. Tehát Isten igazából, amit még megfigyeltünk, és erről a bejelentkezésről beszéltünk, hogy írjátok meg légyszer cseten, láttátok a Vovát valaha így, ez az örjöngés, ez nem biztos, hogy jó szó, mi a jó szó, tehát, hogy így élni, gyakorlatilag még a pólóját is fölhúzta egy szituációnál, tehát gyakorlatilag teljesen együtt élt a játékkal a kispadon. Kivetkőzött magából. De Kivetkőzött magából, igen, ez a jó szó, de jó, én nekem tetszett abban a ez a Vova, szituációban. nekem Nagyon, tetszett ez a nagyon. nem visszafogott Vova. De ebben benne volt minden. Szerintem a mérkőzés, hogy mennyit tettek bele a mérkőzésbe való felkészülésbe, hogy mennyire várta ő is, Hogy hogy mennyire tudja, hogy hány arcú a csapata. meg, hogy, hát biztos az is, de hogy mennyire nagy jelentősége volt annak, hogy ezt sikerrel vegyük. Én továbbra is jobban szeretem a higgadt edzőket. Tehát amikor a meccs hajrájában mondjuk egy 5-6 perccel a vége előtt 3 gól a különbség két együttes között, akkor szerintem sok játékos van, akinek jobbat tesz, hogyha kinéz a padra, és ott egy nyugodt arcot lát. De várj, akkor most hadd kötekedjek már. Hát Dusevájevet állandóan miattatod, teljes joggal. Ő, Hát ez a kategória, akit említesz? Dusevájevet nem emiatt méltatom, hogy ideges, hanem Dusevájevet amiatt méltatom, hogy egy taktikai zseni. Tehát az Azt én szerintem egy elég értem. fontos Tehát akkor tényező. elnézed neki azt, hogy ideges. Inkább elnézem, de ő Tehát még a te azt... sajtótájékoztatókon is ideges egyébként, tehát azért az, ő egy furcsa Miért, alak. Viktor, te azt mondod akkor, hogy a Vova a végén nyugodtabb lehetett volna? Igen, most itt nem alakult úgy szerencsére, de lett volna olyan helyzet, vagy lehetett volna olyan helyzet, amikor jobb, hogyha a játékosok, amikor kinéznek, akkor egy nyugodtabb edzőt látnak. Szerintem. De most ettől függetlenül, ami a lényegi részét illeti, a csapat tökéletesen felkészült erre a találkozóra, amiben a szövetségi kapitánynak nyilván van szerepe, és azt sem lehet elhallgatni, hogy a legjobb teljesítményét az eddigi legfontosabb meccsén nyújtotta. Most nem tudom, a horvátok elleni találkozót a VB-n azt hova soroljam, mert ugye ha azt nem nyerjük meg, akkor nincsen ez a meccs. De ezen a találkozón szerintem a legjobb játékot láttuk a kézilabda válogatottól, és ez pedig egyértelműen a felkészítőnek a dicsősége. Hát akkor nézzük is a mérkőzésnek az elemzését. Hát ahogy már említettük korábban, rendkívül jól kezdte a magyar válogatott, hála jó Istennek a találkozó, gyakorlatilag a
mi is történt, ugye 2 percet kaptak rögtön talán Lindqvist, Kluivert ugye be is lőtte a 7 méterest, aztán jöttek a kucora gólok, ugye általában védekezésben labdát szereztünk, belemenést harcoltunk ki, nem is tudom, 4,5 percig nem bírt. Tudnál mondani egy nevet, aki eszedbe jut ebből az időszakból, védekezésből? Egyébként például a labdaszerzés kapcsán eszembe jut a Sacöl. Én mindenképp őt emelném ki. Tehát Szőlősi Sacöl Nadinnak az elején volt 2 labdaszerzése, nem, hogy 2 belemenés hoztak Két össze. Lehet, belemenés. hogy 2 labdaszerzés is volt, és kiharcolt belemenés is volt. Igen, 2 labdaszerzés, felírtam magamnak, most már puskázok. És kiharcolt belemenések is voltak Danóval szemben, aki ugye bemutatta a paszt a szélre, aztán megpróbálta bevinni, ez is a felkészülés eredménye nyilvánvaló, hogy Csacül fellépett a 2-es védő Vámos Petra mellé, és 2-10-ben is belemenést hoztak össze ott a meccs elején. Na mindegy, szóval Igen. elkezdtük ezt a periódust, és az be is lőttük ugye a 7-est, és ahogy mondtam, 4,5 percig nem bírtak ellenünk betalálni, sőt, utána újabb Kluivert 7-esnek örülhettünk, tehát tényleg álomszerű volt a kezdés, el is húztunk 4-1-re, és hát ugye a 8. percben már a svéd szövetségi kapitány időt is kellett, hogy kérjen, tehát ez jó érzés volt látni, hogy nem nekünk kell kapkodni, hanem nekik. Hát igen, mondjuk úgy kezdődik, hogy az első akcióknál 7-es 2 perc, az első svéd faltnál, ugye Kluivert vitte keresztbe, és az a Lindqvist kapta a 2 percet, akinek az volt a feladata, vagy az volt a terv, hogy helyettesítenie kell Lagerkvistet, akit én ugye többször kiemeltem, amikor beszéltünk a svéd válogatottról, hogy hatalmas hiányzó. Most örömmel láttam a felvezető műsorában az M4-nek, hogy ott is külön foglalkoztak vele, meg hogy a svéd kapitány is úgy gondolta, hogy valóban ő a nagy hiányzó. Tehát Lindqvistet szemelték ki erre, és ő rögtön kapott egy 2 percet, és egyébként Lindqvist védekezésben való előrelépése az azért is fontos, mert ez a svéd válogatott az utóbbi időben nagyon-nagyon gyakran játszott jobbkezes jobbátlövővel Lindqvisttel, aki pedig így, hogy a védekezés lett az első számú prioritás az ő szerepeltetésével, így a támadása kevesebb energiát tudott az első fél időben fordítani, és a balkezes lövői a svédeknek pedig nem olyan klasszisok, Dánó sem, meg Koppánk sem, hogy ne lehetne ellenük olyan jól védekezni, mint ahogy védekeztünk. Tehát mi ezt remekül használtuk ki, hogy az igazából első számú jobbátlövőjük, a jobbkezes játékos az védekezésben volt fenn, és még egyet hozzátennék, hogy ráadásul a balkezeseiknek a jobb kettes védekezését is nagyon jól használtuk ki, mert a szemmel láthatóan egy gyenge pontja volt az ellenfélnek. Én egyébként Kucora góljainál is, meg Kluivert keresztbe vitt labdáinál is ezt láttam az egyik sarokkőnek, hogy ott az ellenfélnek a jobb kettes védekezése és a jobb hármas védője közötti területeket nagyon jól használtuk ki. És azért itt kiemelném Füzitóvízi Petrának a szerepét, ami a közös elején mindjárt. Tehát ott ragyog, ugye kiharcolt hetese volt, vagy gólya is volt, de hogy ragyogozárásokat mutatott be, amiből sikerült kapura lőni akár, vagy betörni ott abban a pozícióban, amit te is említettél az imént. Elképesztően jó volt a védekezés itt az elején, és hát nagyon gólerős volt ugye Kluivert, illetve Kucora is, egymást hergelve folyamatosan lőtték a gólokat a lányok, és hát 7-3-nál Kucora már a 4. találatánál tartott. Mit szóltatok egyébként, hogy ott utána jött egy ilyen megakadás, és ugye ott Vova időt is kért, ott felgyorsult a meccs, ugye ott már védekezésben azért több hiba is csúszott. Besegítések elakadtak. Hát ott igazából az történt, hogy a két lövőnk lőtte a gólokat, ugye Kluivert és Kucora, közülük egyébként Kluivert 2-7-esből szerzett, és az akcióból eleresztett lövései azok kis százalékban voltak jók, szerintem az első 3-ból 1 konkrétan, viszont Kucorának minden megoldása bejött, tehát a Bunzen 2 labdáján is abszolút rajta volt, és azokat bevédte, tehát ilyen szempontból is a két lövőnek nagyon jól ment. Viszont úgy döntött Golovin Vladimir, hogy Kluivert Katrint egy picit pihenteti, és Papniki támadott ott a pattól távolabb balkezes poszton, viszont ő neki volt 2 labda eladása. Igen, de az már 7-5-nél volt amúgy, tehát hogy akkor már feljövőben voltak, hogy az időkérés után igen. Ment fel Papniki,
Én ott azt éreztem, hogy ne felejtsd el, hogy mi jött utána, mert ugye egyenlítettek is, csak hogy én azt éreztem ott, hogy például a támadó játékuk, ami előtte kifejezetten tanástalan volt, és kapura is felírtam, hogy Bíró Blankának, a 8. perc végén volt az első védése. Előtte egy kapura lövésük volt talán, vagy kettő, a kaput se találták el. És az mondjuk egy bravúr volt, azt hiszem, egy szélső védést mutatott be. De hogy Blomot többször is megtalálták beállóban, és ez szerintem egy kulcs fontosságú tényező volt abban, hogy elkezdték a felzárkózást. Igen, a 11. percben volt az első feltűnő védekezési hibánk, akkor Blom kapott nagyon-nagyon tisztán a védőink mögött labdát. Tehát addig nem igen lehetett azt mondani, hogy a magyar védekezés tehetett volna az ellenfél lövéseinek, lövőhelyzeteinek kialakulásáról. Ott volt egy ilyen, és a következő percben pedig az első lerohanás góljukat is megszerezték, amikor Carson a padról bejöve a mi védelmünknek a bal oldalát támadta, és ugye utána jött az időkérés, és utána jött Papnikinek kettő eladott labdája, és ezzel lett utána hirtelen 7-7. És akkor kezdett el cserélgetni Golovin Vlagyimir, ugye egyrészt visszahozta Kluivert, másrészt pedig behozta debreceni Kivinyi Kingát, aki szerintem mind a kétszer, amikor beszállt, akkor nagyon jól szállt be a meccsbe, és nem feltétlenül azért, mert hogy a ő maga nagyon eredményes lett volna, hanem teljesen más szint visz a játékba, mint amit Vámostól láttunk. Tehát Vámosnak ugye továbbra is a nagy erőssége, ami sajnos ezen a mérkőzésen sem jött be, és igazából az osztrákok és a norvégok elleni Eurókupa meccseken sem, hogy ő betörésből, egy-egyből saját maga beviszi a labdákat és gólt lő. Most ebből is sokat hagyott ki a mérkőzésen. Viszont amikor Debreceni bejön, akkor onnantól kezdve a beálló poszton is veszélyesebbek vagyunk. Az első szélső befejezésünk a mérkőzésen az egyébként szintén elég későn jött, a 19. percben. Tehát akkor Akkor már... találtuk már a satszol, talán, nem? Igen, Sacl, az volt az első szélső befejezésünk. Ott, igen, így van. Akkor is ugye Debreceni Krivinyi Kinga és pályára érkezése után történt már ez. Addig nem játszottuk a szélsőinket, ami egyrészt nyilván annak is köszönhető, hogy az ellenfél készült erre valamennyire, de másrészt meg azért is furcsa ez, hogy mi ezt nem erőltettük, mert ugye a felkészülési meccseinken, ha lehet így tekinteni az Eurókupa meccseket, akkor a szélsőink vittek minket. És ahogy bejött Debreceni Kliwini Kinga, olyan figurákat kezdtünk el játszani, amikből a szélsőknek jöttek a helyzetek, és hát jöttek szépen a gólok is. Ahogy Amúgy láttam, itt Kucora helyére jött be még az elején, és igen. hát ez mind így van, én is nagyon pozitívan látom az ő teljesítményét, nem csak ezen a mérkőzésen egyébként. De hogy a fél idő végén, amikor elhúztunk, akkor már Simon Petra irányított, és Debreceni Kliwini Kinga játszott mellette, és még Kluivert volt bent támadásban, és ez az időszak alapozta meg a tekintélyesebb előnyt. Tehát ott 11-9-nél jött Simon Petra, 15-10 volt utána az állás. 15-10, tehát 5 góllal sikerült egyébként itt már vezetni, és olyan dolgok is belefértek, hogy gyakorlatilag például Papniki megkapja a második 2 percét. És Hát azért volt izgulni, mert azért erre nagy szükség volt a védekezésben. belefért, mert a 15-11-el fordultunk, ott egyet lőttek, a második fél időre áthozott kiállításból lőttek még kettőt, tehát azt mondjuk 3-0-ra elveszítettük, és megint szoros lett. De hogy még itt az első fél idő végén, amit elmulasztottam elmondani, hogy én az egész fél időben ezt tapasztaltam, és a fél idő végén is több szituációban, hogy nem tudtak a svédek hatékony megállító faltokat bemutatni, hanem tovább mentek a játékosaink ezekből a faltokból számos alkalommal, és Bunsen ugye nem találkozott a labdával. Ebben az időszakban Bíró Blankának pedig voltak védései ott a félidő hajrájában. És hát ugye, ami még szembeötlő volt, hogy nagyon jó volt a visszarendeződésünk, a kevés védés vagy lehetőség után, amikor a svédek megindulhattak volna egyáltalán, de hogy nem voltak svéd gyors gólok. Tehát emlékeim szerint, én nem tudom, lőttek egyáltalán gyors gólt. Mi lőttünk, Hát ez és... a Jani Carlson gól volt, amit mondtam a 12. Ja, percben. Az igen. még gyakorlatilag ott már visszarendeződtünk, csak még nem foglaltuk el rendesen a helyünket. Persze, Igen. nem nagyon bírtunk egyébként a későbbiekben sem, viszont volt Bordásnak támadásban gólja, tehát itt ennél a 10-15-ös szituációnál talán
ő is eredményes volt, és Böde is itt már nem tudom én 5-6 védésnél volt ebben a fél időben, 11-15-tel tudtunk, tehát 4 gólos előnyben fordul. Nem tudom itt a Fédei statisztikákból mit érdemes mondani, ugye 68%-os lövési hatékonyság, az ellenfél 55%-os mutatója mellett. Aztán ugye Bíró 35%-kal védett, Buncenit 25%-kal, és a technikai hibákban is szerintem mi jobban álltunk itt ebben a félidőben. Igen, Az hát egész. a védekezésünk az szerintem sokszor kényszerítette bele a svédeket rossz megoldásokba, eladott labdákba és technikai hibákba, és némi bizonytalanságot is éreztem a játékosaikkal. Egyébként elsősorban a balkezes lövőiken, de a többieknél is lehetett ilyet látni. Őket 6-szor adták el a labdát, mi 5-ször, tehát a nagy különbség egyébként nem volt, csak valahogy látványosabb volt, nem tudom. Hát szerintem mi rövid időszakban sűrítettük ezt, amikor ők ott feljöttek, akkor volt az eladásaink, labda eladásaink zöme. Aztán a második félidő nem olyan jó kezdődött, sőt mondhatom, hogy tragikusan, borzasztóan, és hát Carson élt a lehetősége, ugye itt a Krisztián is mondta, ember előnyben tudtak játszani a svédek az áthozott kiállítással. Lukács is eladott labdát, izgultatok itt egy kicsit, valljátok be őszintén. Nem nagyon volt idő izgulni szerintem, ott gyorsan letelt az ember hátrány, akkor még utána lőttek még egy gólt, tehát 15-14, de arra ugye egy gyors középkezdésből adott gól volt a válasz. A Tehát Vámos ők talán, igen, viszont ebből Vámos. meg blokkolt Tehát, a hogy Hagman védelmüket. még kocogott, szóval még futott, annyira nem számított rá a szélsővéd, hogy esetleg segíteni kell ott a védekezésben, hogy háttal volt az eseményeknek, amikor Vámos Petra rágyorsított. Meg aztán lőttünk egy indításgólt, ugye egy labdaladás után, és akkor megint visszaállt a 3 gólos különbség. Tehát azért mondom, hogy annyira rövid ideig volt itt szoros, hogy nagyon izgulni ebben az időszakban nem kellett. Én akkor izgultam 17-17-nél, amikor ők is támadtak a vezető gólért, és akkor szerintem, ahogy Viktor is mondta, az egy kulcsfontosságú pillanat volt, hogy kiszerzi meg a vezetést. És ezt nekünk sikerült megtenni, jól emlékszem, Kluiber révén, és onnantól kezdve megint én nem éreztem a svédekben igazán az erőt, hogy ezt a meccset meg tudják fordítani. Pedig aztán egy 6-2-es rohammal indítottak, Viktor. Te hogy láttad a második félidő elejét, amikor egyébként időt is kért Vova? Egyébként Lukács lőtte, bocsánat, azt a gólt, csak mondom, hogy most megnéztem, hogy passzívnál, ugye az utolsó passz volt talán. Megerősítette a védekezését a svéd kapitány azzal, hogy ugye Lindqvist végig jobb átlövőt játszott a második fél időben, talán egy-két akció volt, amikor nem volt fent, és kettest védekezett, és a Blom Tolleis Dottir kettős védekezett, vagy pedig, ugye, hogyha éppen úgy adódott, akkor a másik beállójuk Wenfelt volt fent. Most ennek több szempontból is volt jelentősége ebben a félidőben. Egyrészt az, hogy itt a második félidő elejé védekezésük, az szerintem nekünk okozott egy kis zavart. A másik pedig Torleif Zdottir játéka, aki ugye Debrecenbe szerződik, most megismerhette a debreceni közönség. Egy kicsit úgy éreztem az ő esetében, hogy mintha arra nem lettünk volna felkészülve, pedig ez az ő tipikus játéka, amióta a svéd válogatottban látjuk, azóta mindig ezt hozza, hármas védő, a labdafelhozataloknál neki adják a labdát, megy nagy lendülettel, abból próbál gólokat lőni, vagy a beállónak bejátszani. Ezt elég sokszor sikerült a kettő közül az egyiket megvalósítania, és annak nagy szerepe volt abban, hogy a svéd csapat ott a 17-17-ig el tudott jutni, meg utána is képes volt gólokat szerezni. Itt Tehát, előtte 7-7-nél volt egyenlő az állás, tehát igazából tényleg felkeményedett valahogy a svédeknek a hátsó alakzata. Igen, de Hát hogy a ilyen zsombok is szempontból... voltak, amik előtte nem nagyon, szerintem a kinti próbálkozásainkkal szemben. Plusz, ők abban az időszakban azért, a másik félidő elején, szerintem szinte kivétel nélkül, Torleif Zdottir és Carson révén kintről lőtték a góljaikat. Tehát azért Igen. várható volt, hogy ez nem tart ki majd 30 percig. Igen, Torleif Zdottirnak ez az erőssége, és ezt én hiányoltam, hogy erre nem voltunk felkészülve, vagy nem tudtunk odaérni a lövéseire. Mindenesetre ugye a 16. mert a 17. gólt ő lőtte a svédeknél, úgy tudtak egyenlíteni. És hát én azért izgultam. Tehát hiába tudtuk gyorsan fordítani, vagy visszaállítani a különbséget, amikor feljöttek a 3 góljukkal a második félidő elején, mert
ugye az előző időszaknak ez volt a tapasztalata, hogy meccsek sorát buktuk el a második félidei rossz kezdéssel, és azzal, hogy beleléptünk egy gödörbe. Nem tudom, de még mindig nem érzem, hogy ez egy megoldott probléma lenne. Pedig most már tudjuk, hogy ugye a csapat külön készül rá, hogy több mozgás van a szünet végén, hogy a húzus visszaálljon a meccsen megkívánt magasságba, és ne álmoskáson kezdjük, de itt ez nem sikerült. És Viszont ami... láttuk támadásban is, tehát nem csak a védekezéssel volt a baj, hanem hogy egyszerűen tehát rossz passzok voltak, tehát kicsit tényleg, amit az öltözőben maradtunk volna. Hát ez rendszeresen így van, de ami nagyon fontos, hogy 17-17 után jött az a szakasz, amit szerintem elnevezhetnénk, hogyha ez egyszer bevonul a magyar kézilabdázás történetébe ez a meccs, ez a Hanson időszak. Mert hogy Hanson elől kihagyott Zicsert, hátul pedig nem elég, hogy elvédekezte magát, és az ő helyére ugye elindult Győri Lukáccsal, és az ő helyére tudott belépni, azt hiszem talán Kluiber egy Zicserbe, amiből gólt lőtt, de ugye ki is állították, mert Győri Lukácsot lerántotta, és ebből mi produkáltunk egy 3-0-ás szakaszt. És akkor itt megint visszaállt az a különbség. Hanszont teljesen lenullázta különben is Böde Bíró Blanka, tehát az első fél időben még beálló posztról befutva sem tudott gólt lőni, és a szélről sem tudott gólt lőni, sőt a helyére beszálló Johansson, ő is kihagyott egy zicsert az ember előnyünk ideje alatt. Tehát ott a bal szél, mondjuk ez a Hanson időszak, ez állította vissza úgy a differenciát, hogy onnantól kezdve már én sem éreztem egyszer sem igazán veszélyben a igen, itt győzelmünket. ez a 45. percnél egyébként 3 gólos volt az elődje, 18-21, és utána tulajdonképpen 20-23, tehát tartottuk ezt a 3 gólt. Egyébként pont most csak így beszúrom, hogy köszi Tamásnak, hogy megírta, hogy az Axner arra panaszkodott, hogy 24 órán belül kellett 2-t játszaniuk. Úgyhogy egyébként lehet, hogy ez Én is benne. éreztem rajtuk, tehát ha belegondolunk, hogy milyen fegyvereik vannak, az egy dolog, hogy Bíró Blanka, ahogyan egyébként oly sokszor a védőket betakarja. A beállót megtudták azért elég sokszor játszani a második fél időben is, de hogy Robertsék betörésből szerintem momentumuk nem volt, tehát hogy semmit nem tudtak elérni, az azt jelzi számomra, mind a mellett, hogy nyilván élesek voltunk, meg a lábunk gyors volt, meg jól összezártunk, hogy az ő lábuk meg nem volt gyors. És futni sem tudtak úgy, szerintem akkor sem, amikor még nem abban az időszakban voltunk, amikor már meggondolatlanság lett volna a részükről belemenni egy őrült nagy rohanásba. Igen, tehát most, hogyha ezt a Nagy-Britannia döntést elemezzük még, akkor ennek ilyen szempontból is volt jelentősége, mert ugye a svéd csapatnak 24 órán belül kellett 2 meccset játszania, nekünk meg egyet. Tehát most akárhogy is nézzük, azért ugye hát Golán ez a Kamerun döntés. Sem lett volna, persze nagyobb erőbedobásra készített volna bennünket nyilván, de... Hát igen, de Kamerun ellen, Kamerun iszonyatosan erős testalkatú játékosokból állt, tehát hogyha még megismered őket fölényesen, akkor is olyan ütközések vannak, meg olyan testi kontaktusok, amiktől fáradsz. Nem véletlen, hogy Golovin Vladimir azt mondta ugye a tegnapi meccs után, hogy ez még egy edzéssel sem ért fel. Tehát a mi játékosaink abszolút frissek voltak, és hát az ellenfélnél különösen egyébként, ha már Robertset mondtad, ő az, akinek a dinamika az erőssége, de 33 évesen már nem biztos, hogy ő 24 órán belül 2 meccset tud játszani, és ráadásul úgy, hogy ugye a Japán az egy kifejezetten gyors csapat, tehát a dinamikában, a sebességben nekik az erejüket, azt fel kellett használniuk azon a mérkőzésen. Tehát ennek nyilván van kapcsolata a valósággal, de akkor én azt mondom, amit mondanék akkor, hogyha a magyar kapitány jött volna ilyennel elő, hogy ez kifogás. Ez van, tehát srácok. Ezek a körülmények, nyilván ezek között kellett most nekünk nyerni, ezt mi kihasználtuk, nekik ezek között kellett 6 vagy 7 gólnál kevesebben kikapniuk, ők is meg tudták ezt valósítani. Viktor, mondtad, hogy nem izgultál, de azért volt egy meleg szituáció még, hogyha visszaemlékeztek. Viktor izgult. Nem, azt mondta, hogy onnantól már nem izgult. Hát már onnan, amikor ismét megvolt a 3 gólos előny, és ráadásul láttam azt, hogy a szélsőik hasznavehetetlenek, és hogy nekünk tömörödhet a védekezésünk, akkor úgy éreztem, hogy ez a meccs meg kell, hogy legyen.
Na Akkor igen, így. csak ugye volt egy 23-24-es állás, és utána a Kluivernek volt egy kiállítása, tehát ott azért még volt vissza, hogy 3-4 perc, ott sem izgultatok, Az én egy kicsit, igen. mondjuk egy kulcsfontosságú támadás volt szerintem. Illetve ott Mikor a sorjáztak az Carson események. kapufát lőtt, nem? Talán Igen. az. Tehát, hogy először is még kicsit visszamenve az, hogy az őszélsőik ott nem tudtak gólt lőni, ugye különösen ugye a bal szél, abban az időszakban a miénk meglőtték a gólokat, akkor kialakult egy nagyobb különbség, és 24-20 lett ott ugye Kucora a hetedik góljával, és utána Buncen, akinek szerintem hat védése volt körülbelül a második félidőben, vagy legalábbis az utolsó bő 20 percben, három támadásból védett négyet. És ők meglőtték a gólokat, és utána jött az a Kluiber gól, ami írtó fontos volt, ugye ott már kettővel mentünk, majdnem labdaszerzés, illetve visszafújták tényleg, hogyha ott nagy hazai pálya van, akkor azt el is engedhették volna, és egy kiállítás, ugye egy rövid időn belül. És aztán jött ez a Carson kapufa, amikor akár be is vihette volna a labdát, ott nem tudom miért ott előtte kintről, mindegy, köszöntük szépen, és onnantól aztán már végképp semmi izgulni való nem volt. Annál is inkább, mert a végén mindenki, aki befejezett nálunk, mindenki gólt lőtt. És ez Igen. nagyon fontos volt. Ott ugye ez a Carson eset az azért is fontos, és érezte Axnél is, hogy valamit csinálnia kell, mert ennél az emberelőnyüknél látszott az, amit már korábban említettem, hogy annyira bizonytalanok már a többiek is a szélső befejezésekben, hogy nem is gondolkodnak benne, és a magyar csapat nyugodtan öt játékossal is sűríteni tudta a védekezést a középső területeken, és igazából Carson is egy 9 méteres, vagy kinti lövéssel próbálkozott, és utána Axnér lehozta, és egyetlen egy támadásra a mérkőzésen behozta Strömberget. Aki szintén kintről lőtt, ő mondjuk gólt lőtt, de azzal már megint csak kettőre tudtak feljönni, mert közben ugye Simon Petra kiharcolt egy hetest, amit Ember hátrányban. Kucora értékesített. Igen. Úgyhogy itt már szerintem megvolt, és valóban ez a Carson eset volt a kulcs, meg az, hogy Böde Bíró Blanka annyira bizonytalanná tette az egészvéd csapatot a szélső játékban, hogy be lehetett szűkíteni a védekezést. Hát jó kis mérkőzés volt, és valóban ez a kezdeti jó történet végig kitartott, és ezt a három gólt azért sikerült így megtartani a végére is. Ezt már ti is mondtátok, hogy a japán elleni mérkőzésen akár egy 4 gólos vereség is beleférhet, de nem kéne kikapni. Hogy lehet a Igen. japánokat leigázni? Mit láttatok? Viktor, a szabályt mondd el kérlek, hogy mi vonatkozik ide a körbeverésre, mert ez fontos, hogy 4 vagy 5 gól, vagy hogy számoljunk. Igen, most itt a ugye az a szabály ezen a tornán, meg a másik kettőn is, hogy az azonos pontszámú csapatok között az egymás elleni eredmény rangsorol, tehát hogyha három csapat, a japán, a svéd és a magyar azonos pontszámmal végezne, akkor a mini tabella dönt, amiben ugye 2-2-2 pont lenne, hogyha azonos a pontszám, más nem képzelhető el, utána a második az a gólkülönbség. Ebben ugye jelen pillanatban a svédek azok állnak +4-jel, ugye? Igen. Tehát ők tovább jutottak. Igen. Hogyha megverik a biteket. Igen. Mi pedig állunk +3-mal, ugye? Jól mondtam. Igen. De egyébként ugye ez a körbeverés ez úgy teljes, a japánnál is hozzá kell tenni, ha megverik a briteket, jó, és utána lesz esetleg egy ezt én körbeverés. Szerint, bocsánat, ezt most elfelejtettem hozzátenni. Ezt én ugye hát én is elfelejtem, azért is emlékeztetem magamat. A fekete lovag ellen szerintem mindenki nyerni fog. Akár kiegyezne döntetlenben, ezt tudjuk, de nem fog sikerülni. Tehát Japán meg -7 gólkülönbséggel áll jelen pillanatban, és ahhoz, hogy itt a magyar és a japán csapat azonosan álljon, ahhoz egy 5 gólos japán siker kellene, mert akkor ugye ők -7-ről feljönnének -2-re, mi +3-ról visszaesnénk -2-re, akkor a két csapat ugyanúgy állna. Ugye Svédország a maga +4-ével első ebben az összevetésben, és ilyenkor pedig a következő kritérium, ami számít, az pedig az egymás elleni mérkőzéseken a lőtt gólok száma. És ebben Japán
ebben az esetben, amennyiben 5 góllal megverne minket, jobb lenne, mint mi. Igen, mert 28-at lőtt a vesztes meccsén a svédek ellen, mi 28-at lőttünk a győztesen, ergo, ha ők nyernek, akkor többet lőnek valószínűleg, mint mi, vagyis Ötten. Ebben az esetben ráadásul, ötten. tehát akkor 5-tel több gólt lőnek összességében ebben. Tehát az 5 gólos győzelem nekik jó. De ez, én azt gondolom, nyilván nem lehet lefutottnak minősíteni ezt a mérkőzést, de én eddig valamiért nem tudom, eddig sem tartottam igazán a japánoktól, most pedig már végképp nem, tehát én azt nem látom magam előtt, hogy bárhol, különösen Magyarországon a japán válogatott 5 góllal megverni a magyar Na, akkor bármikor. elmondom, hogy mit mondott Vova még a japánokról. Azt mondta, az ázsiaiak két felkészülési találkozót vívtak Dániában, erről mi is beszéltünk a hétfői Vaxban, ugye nagy különbséggel kaptak ki mindkétszer, ám a Vova azt mondta, hogy ő biztos benne, hogy altattak. Ugye én kérdeztem, hogy mi altattunk a norvégok ellen, de ott mi inkább aludtunk, de ők állítólag altattak a szövkap szerint, mert a világbajnokságon is fő fegyverüknek számító hét altani játékot nem is alkalmazták ott például, a védekezés és a lerohanásos stratégiájukon is variáltak, és azért azt gondolja, hogy az ellenünk, és ugye már láthattuk, hogy a svédek ellen teljesen mást mutatnak. Hát mit mutattak tegnap, mert azért voltak valóban jó A periódusai. 7-6-ot például. A 7-6-ot, amiből rendszeresen gólt szereztek, csak éppen mindig gólt is kaptak abban a periódusban, amikor már ezt játszották. Tehát nem nagyon voltak kivétekezett akciói a svéd válogatottnak. Ha valami veszélyes lehet, akkor ez az egy, szerintem, mert nagyon látványosan szép figurákat tökéletesen tud lejátszani a japán csapat, de ez a képessége véges, és akkor előveszi a 7 a 6-ot. Tehát az egyetlen veszély az az, hogyha a 7 a 6-ból gólokat lő, és mi nem tudjuk ezt kihasználni. Tehát én semmi más nem tudok elképzelni. Ha mondjuk sorra dobáljuk el a labdákat üres kapura, és nem találjuk el az üres kaput a 7 a 6-juk után. De én nem gondolom, hogy egyébként reális esélye lenne a japán csapatnak. Hozzáteszem, hogy azért azt sem gondoltam volna a mai svéd-magyar előtt, hogy a magyar csapat végigvezetve fogja megverni a svéd válogatottat. Tehát azért nem árt felkészülni erre. Japán nem Nagy-Britannia, hogy majd mit tudom én, egy kar nélküli szamurájt tegyünk ki a borítóképnek. Úgyhogy komolyan kell venni őket, de innentől kezdve ezt mi ronthatjuk el, és nagyon el kell rontani, ahhoz, hogy ne sikerüljön. Na, a meccs embere kapcsán, hogyha már jött egy ilyen komment, azért ezt beolvasnám, mert hogy nem véletlen azoknak a neve, akik ott szerepelnek, ezek szerint Egonizál is így gondolja, hiszen azt írja, hogy nőknél szerintem az utolsó percig izgulni kell, Győri Lukács bravúrjai nagyon kellettek a végén, kicsit Imre Bencét juttatta az eszembe, és ugye kiemelte már korábban Viktor, és aztán méltatta Krisztián is nem véletlenül debreceni Klivinyit, hiába kapott kevés szavazatot most itt. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátett ő is a pályára lépéseivel. Jelen pillanatban egyébként Bödebíró és Kucora küzdenek, mert még zajlik a szavazás, és Győri Lukács, illetve debreceni Klivinyi, akire lehet szavazni. Nálatok ki lenne a meccsembere, Krisztián? Várj, megnézem itt, csak hogy debreceni Klivinyi Kingáról akartam mondani, hogy az első félidőben mikor is jött be? Elég korán, amúgy. Aha, itt van. 19. perc. 8-7-nél, azt hiszem, ott Kucora góljával visszavettük a vezetést, amikor egyenlítettek, és utána 18-18-nál. Tehát amikor elléptünk, akkor megint fönt volt. Egyébként az a sor, amit említettem az első félidő végén, az volt fent, hogy a teljességhez ragaszkodjunk, meg a teljes képhez, akkor is, amikor a 24-20-ról 24-23 lett, tehát, hogy de utána megint kiegyenesedtünk. Hú, nagyon nehéz kérdés. Tehát itt most nagyon sok hasonlóan jó teljesítmény volt. Egyébként a nézőink is, bocs, amíg gondolkozó, például írja egyikük, hogy Kucora és Kluiber, na meg persze Viro volt a legjobb, tehát hogy nehéz hát dönteni. Hát is egyébként szerintem a második félidőben, nem biztos, hogy ebben Viktor egyetért, de szerintem a második félidőben volt olyan periódus, ezt a szót ma nagyon sokszor használom, volt olyan szakasza a meccsnek, ez egy amikor... periódusos rendszer most. Igen, igen, azt ez az. Ez az. Szóval volt olyan szakasza a meccsnek, amikor ott abban a második félidei időszakra gondolok elsősorban, amikor nagyon sokat hozzátett szerintem Kluber Katrin is. Talán Na, azért mondanám Kucorát, mert meghatározó volt a meccs eleje, meg azért, mert tudom, hogy te kit fogsz mondani. nem tudom. Nem tudom? Nem tudod, de tudod, egy miért nem ötödiket. Tudod? Mert te mert én sem tudom. De mert most akkor én azt mondanám, hogy Sacil Nadin
abban, ahogy elkezdte a Ja, hát meccset, ráadásul. nagyon-nagyon sokat tett. Az egy érdekes döntés volt, hogy az utolsó szakaszra a nagyon jól játszó Sacilő helyett Márton Grétát hozta be Golovin Vladimir, amin Hát lehet, hogy csodálkoztam. volt kényszerű oka, ezt nem tudhatjuk. Lehet, de hogy ha nem, akkor azért furcsa, hogy egy ilyen meccsben hidegen bejön az utolsó percekre egy játékos, úgyhogy az első fél időben nem is volt pályán, emlékeim szerint. Nem, nem játszott. Igen, tehát Saczl Nadin szerintem hihetetlen jó volt az elején, a védekezése, az a váratlan labda szerzése, ő lőtte az első szélső gólunkat, tehát őt ezért emelném ki. Kucora Csenge szerintem élete legjobb válogatott meccsét játszotta, őt ezért emelném ki, hogy amit hiányoltunk, hogy nincsen a távoli zónából gólunk, azt most ő szerintem az elején kifejezetten be tudta mutatni, hogy egy létező fegyvere a magyar csapatnak, még akkor is, hogyha kellett hozzá szerencse. Tehát én azt mondom, hogy a lövései közül három szerencsés gól volt. Volt egy sáncon irányt változtató, meg kettő, amit Bunzel megfoghatott volna, de lőtt távolról és jól lőtt távolról gólok lettek belőle. Ő ezért lehetne a meccsembere. Én még azt Hát ez is egy csapat hozzátenném, diadala volt, azt akarod. hogy Papniki kapott két percet, ugye az első fél idő végén megvolt a második két perce, ennek ellenére ennek a stabil védekezésnek a második fél időben is végig oszlopa volt, és ez a védekezés most tényleg stabil volt, sokkal stabilabb, mint az előző időszakban megszokhattuk, tehát őt ezért tudnám kiemelni. Kluivert elmondta Krisztián, Győri Lukács a hajrában lőtt kettő gólt, őt ezért lehet kiemelni, Simon Petra fiatalon beszáll, és akkor nincs sok megoldása, de az a néhány megoldása fontos. Debreceni Klivinyi színessé tette a játékot, Bödebíró beszorította az ellenfél támadójátékát középre, tehát igazából nem tudom. Van olyan, hogy a csapat nevű játékos? Hát akkor itt föl is olvasom, hogy mit mondott Vova, mert hogy benne van egy olyan gondolat, amiről még a műsor elején beszéltetek. Óriásit küzdöttünk, nagyon örülök annak, amit taktikailag megbeszéltünk, azt be is tartottuk. A második félidő elején és az elsőben is voltak szakaszok, amikor egy kicsit elfáradtunk, de mindig jött valami plusz, ami átlendített minket. Például ugye Bödebíró szenzációsan védett, és úgy érzem, ez a szív győzelme volt. És most jön ez a gondolat, amire utaltam. A sikerhez továbbá eszünk is volt, ugye emlékeztek, mondtátok, hogy okosan mi játszottunk, ők maximum taktikusan a végén, de akkor ezek szerint ez Bovának is feltűnt, hogy az eszünk is rendben volt, sok mindent megbeszéltünk, de mindenki tudta, hogy a mai nap csak nyerhetünk. Senki nem hagyta magát pályán, mindenki besegített egymásnak, és végül csapatként sikerült legyőznünk egy nagyon jó válogatottat, ezért döntünk mi is nehezen a csapat legjobbjáról. Ezt a kis sikert most meg kell ünnepelni, és holnap majd készülünk a japánokra, akik teljesen más kézilabdát játszanak, de hát nyilván mindent meg akarnak tenni a lányok, meg Vova is, hogy az utolsó meccsünket is megnyerjük hazai közönség előtt, és akkor most ide szúrnám be azt a gondolatot, picit visszalapozok, amit még a chat elején többen is írtak, hogy majd nem fogjuk tudni helyén kezelni ezt a mérkőzést. Ezt tényleg többen is írták, úgyhogy hogy kell ezt a mérkőzést most helyén kezelni? Szerintem pont úgy, ahogy a Boa mondta, nem, hogy ezt most meg kell ünnepelni, örülni kell neki, hogy tudunk így is játszani, hogy van egy ilyen arca válogatottnak, de hosszú távon milyen következtetés kell levonni ebből a meccsből? Én inkább azt az igényt várom mindenkitől, meg magukkal szemben is a játékosoktól, hogy akkor ezt a teljesítményt rendszeressé tegyék. Mert ez most tényleg nagyon rendben volt. Nyilván minden mérkőzésre felkészül a szakmai stáb, és próbálja is átadni azt, amit a felkészülés során leszűrt az ellenfelek játékából. És hát nyilván nem mindig sikerül ezt megvalósítani, de most ez a meccs, én szerintem nagyon magasra tette a lécet ebből a szempontból. Igen. Hát innentől kezdve a fontos mérkőzéseken a nem is elvárás, hogy így játszon a csapat, de remélhetjük, hogy így játszik a csapat, és akár mondjuk az lehet is elvárás, hogy minden második, minden harmadik meccsen az ilyen ellenfelekkel szemben is tudjon kellő erőt mutatni. Ne legyenek olyan pillanatok, amikor összeomlik, mert ugye azért ez jellemző volt, még egy viszonylag jól sikerült világbajnokságon is voltak nagy összezuhanásai a csapatnak. Legyen meg ez a gógyi, ami megvolt most, tehát hogy tudtuk minden helyzetben, hogy mit kell csinálni. Ugye Sacilnak a labdaszerzése, ugye ez a padról érkező labdaszerzés, ez tipikusan ennek a mintája is. És hát én itt azért annyit még hozzátennék, hogy hát a rutinos játékosoknak a
szereplése ezen a mérkőzésen az szerintem külön érdekes, hogy Sacül tudta elindítani, Győri Lukács, aki most már azért ne tévedjünk rutinos játékos, ő tudta befejezni a meccset, Debreceni tudott lendíteni a játékon akkor, amikor megálltunk, többször is feljött az ellenfél X-re, akkor került pályára, és onnantól kezdve megint mi voltunk, akik kezükbe vették az irányítást. Tehát az idős játékosok segíteni tudták a fiatalokat, és hát azért az egy jelzés megint, hogy Kácsor Gréta nem szerepelt ezen a találkozón. Tehát valószínűleg, amit mi itt mondogattunk, hát nem csak ő, tehát azért most egy szűkebb rotációval oldotta meg ezt a feladatot Golovin Vladimir, mert ha végig gondoljuk, ugye nem játszott Kácsor, nem játszott Albek, nem játszott Faluvégi, Janurik egy hetesre jött be, Márton Gréta végére jött be, Bordás mindkét fél idő végére jött be, Simon Petra sem volt olyan nagyon sokat pályán, tehát hogy valójában a többieket rotálta, illetve Simon én még oda tenném, talán Bordács is a rotációba, de hogy a többiek nem, vagy éppen csak pályára léptek. Egyébként ez egy érdekes kérdés, nem is beszéltük át, hogy ugye ki maradt ki a csapatból, tehát én az azért... Soroltam az elején. Igen, hát mondta, csak nem beszéltünk róla, igen. Igen. Hogy azért Pásztor Noémi kimaradása Bordás kárára... Az... Ezt kérdezte is egy nézőnk, hogy mi indokolhatja, de erről szerintem annyit beszéltünk, hogy ez igen, a... Már én érzem magam kellemetlenül tőle, úgyhogy én nem akarom többet elmondani. Szerintem ezt hallgassátok vissza bármelyik múltkori boxot, vagy bármelyik sipszó utánban ezt elmondtuk. Igen. Hát, én arra gyanakszom csak, hogy hát hármas védőben jobbnak gondolja Bordás Rékát, Golovin Vladimir, és úgy gondolta, hogy az erőteljesebb svédek ellen itt rá lesz nagyobb szükség. De minden esetre nagyon keveslem a lájkokat, ahhoz képest, hogy nyert a válogatott, meg ahhoz képest, hogy még vasárnap hát mindenhez képest. Erőfényes napsütésben nem tudom, hogy lesz-e így adás, egyáltalán meccs, nem? Hát igen, azt tudjuk. A közönségről egyébként még valamit mondanék, szerintem Nehogy ne vasárnap. érjen oda a japán a meccsre, érted, mire gondolok. Na igen, nehogy Japán helyett végül is változtassanak, és Romániát nevezze az IHF az utolsó pillanatban, és akkor nehezebb meccsünk, ráadásul zárt kapus, szóval kellenek a lájkok, de hogy ugye valószínűleg vasárnap teltház lesz, vagy én nagyon bízom benne, mert most azért nem volt teltház, és én azt akarom ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy természetesen, ha kikaptunk volna, akkor sokkal durvább szavaim lettek volna, de így nincsenek. Tehát a férfi selejtezőre a tatabányai csarnok az a két nehezebb mérkőzése teljesen megtelt. A norvégok meg a portugálok elleni meccsekre. A Phoenix csarnok, most megnéztem, 6200 néző befogadására alkalmas kézilabda meccseken, és itt viszont nem volt teltház. Az elhangzott, meg látszott is. A legnehezebb mérkőzésünkön, még hagyján, hogy a kamerával szembeni oldalon mi volt, de a kamera oldalán még kevesebben voltak. És én azt mondtam volna el, hogyha nem verjük meg a svédeket, amit most elmondok, hogy mit mondtam volna, tehát most is el fog hangzani, hogy a női kézilabda válogatottnak az utóbbi időben a mérkőzéseire kisebb az érdeklődés, holott a kézilabdán belül ez volt a húzó csapat, ugye hosszú, nem hogy éveken, hanem évtizedeken keresztül mindig a női meccsekre kapkodták el gyorsabban a jegyeket, mert hogy valahol a férfi vízilabda válogatott után a női kézilabda válogatott volt a nemzetcsapata, úgymond. És az előző időszakban olyanok történtek a női kézilabda válogatottal, annyira eredménytelen volt a játék, és néha az az igazság, hogy annyira gyenge is, hogy emiatt az érdeklődés megcsappant. Ez látszott egyébként a felkészülési meccsen is, hogy az Eurókupa mérkőzésen ugye az osztrákok ellen ott félház volt körülbelül Győrben, úgyhogy közben ugye mindenki várta, hogy jön az olimpiai selejtező. Én abban bízom, hogy ez a mostani találkozó a svédek ellen, meg még egy-két ilyen esetleg, az oda ugyanarra a szintre visszaemeli a magyar női kézilabda válogatottat a sportszeretők szemében, mint ahol régebben volt. Ez a mai meccs, ez mindenképpen alkalmas erre. Igen, én meg annyit tennék még hozzá, hogy viszont akik elmentek erre a mérkőzésre, azok gyakorlatilag eltüntették az üres székeket hangerőben. Tehát, hogy valami elképesztő volt.
Igen, erről beszéltünk is az elején is, és tényleg le a kalappal a szurkolók előtt, a lányok előtt is, és hát a nézőink sem bírtak dönteni a meccs embere kapcsán, Bödebíró is és Kucora is 36%-ot kaptak, és Győri Lukács is kapott 23%-ot, valamint páran szavaztak ugye a debreceni Klivinyi Kingára is, de tényleg ez a csapat diadala volt, és Kucora csenge szavaival zárnám a mai műsort, azt mondta, hogy erre készültünk, tudtuk, hogy a svédek most verhetők, és nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült, és ha már mondtátok, hogy ez talán élete meccse volt, akkor ő is úgy gondolja, mert hogy azt mondta, hogy pályafutása a legjobb három meccsben biztos, hogy benne van ez a találkozó, még mindig kirázza hideg a történtek miatt, és talán emlékeztek, és nekem nagyon tetszettek azok a nyilatkozatok, hogy majdnem minden csaj elmondta, hogy a srácoknak a meccsei, meg az olimpiára való kijutása, az mennyire jó felvezetés volt, és hogy ők is ezt szeretnék most, ami Tatabányán történt Debrecenben elérni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon szerethető magyar női kézilabda válogatott volt, akit a pályán láthattunk, úgyhogy reméljük, hogy akkor a nívó marad, és hát akkor a nézők is majd újból mellé állnak a lányoknak, mert igaz, ami igaz, a cseten is megfigyeltük, hogy amikor lányokról, meg női válogatottról, meg női kézilabdáról beszélünk, akkor mindig egy picivel nagyobb az érdeklődés, mint a férfi kézilabdánál, úgyhogy majd még bővebb elemzés nyilván hétfőn is lesz a boxban, de addig még van egy nagyon fontos mérkőzés, úgyhogy vasárnap este is tartsatok velünk, akkor is lesz sipszó után, de hát küldjetek sok-sok lájkot, mert egyelőre azért fölmentünk már 100 fölé, úgyhogy valamit azért alakítottunk, de ez még mindig kevés. Köszönjük szépen a figyelmet, gratulálunk a lányoknak, és mindenkinek jó hétvégét, reméljük, hogy Párizsba akkor a fiúk után a lányok is kijutnak. Viszont hallásra! Sziasztok! Sziasztok.